A Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedések szűrésével, a kockázat felmérésével foglalkozik és tanácsadásokat végez. Ezek most szakorvosi vizsgálatokkal is kiegészültek, mint például a szemészeti vagy éppen a fülorgége szűrések, melyek rendkívül eredményesnek bizonyultak. A lakosok részéről viszont ezek a szűrések arra jók, hogy azok, akik valami miatt halogatták, vagy például mivel szombaton vagyunk, dolgoznak, és nem tudnak eljönni ezekre a szűrővizsgálatokra a hétköznapokban, vagy valami miatt mégis megérinti őket, hogy most szombaton eljöjjenek, részükről pedig egy nagyon-nagyon fontos esemény. Én visszanállíthatom, hogy ez egy sikeres rendezvény van. Van, akit kiszűrtünk, tehát van, akinek ez a nap egy szerencsés nap most már, azt gondolom. Mi már látjuk ezt. Nyilván további vizsgálatok szükségesek, de biztos, hogy valaki, van már itt olyan ember a 119-ből, aki időbe érkezett. Nagy Jánosné közel 40 évig az egészségügyben dolgozott, ma már nyugdíjas, de még mindig rendkívül fontosnak tartja, hogy odafigyeljen magára. Nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, mert amerre jártam, mindenhol azt mondták, hogy a koromhoz képest nagyon jó állapotban vagyok, úgyhogy jó lett a csontsűrűségi vizsgálatom, és nagyon sokat mozgok a mai napig, jó lett az érvizsgálatom is. És mivel én minden évben egyszer egy komplett laborvizsgálatot csináltatok, most úgy gondoltam, hogy a vércukor vizsgálatra nem fogok, meg a testsúlymérésre sem, mert azt is szoktam otthon méregetni. Az egészségnapon Lázár János országgyűlési képviselő is részt vett, aki elmondta, nagyon jó iránynak tartja ezt a kezdeményezést, ezért is állt az ügy mellé. A magyar választópolgároknak, a magyar lakosságnak többet kell foglalkozni a saját egészségével, és ez például abban nyilvánul meg, hogy minél több szűrővizsgálaton részt kell venni. Az az érdekünk, hogy az emberek minél tovább egészségesek maradjanak. Ma Magyarországon a statisztikák szerint arra lehet számítani, hogy körülbelül 60 éves korukig egészségesek az emberek, akkor mennek először komolyabb betegséggel orvoshoz. Ezt szeretnénk megelőzni, és ezt az időszakot szeretnénk hosszabbítani. Az a célkitűzésünk, hogy minél tovább egészségesek maradjanak az emberek, és minél később kelljen orvoshoz menni. Ennek a föltétele a megelőzés, azt pedig a szűrések biztosítják. Az egészségfejlesztési iroda továbbra is folytatja jelentős tevékenységét. Makó és Hódmezővásárhely járásában az összes településen jelen lesznek, ahová bevett szűréseik mellett az anyajegy szakorvosi vizsgálatokkal és emlőszűrőbuszokkal is kitelepülnek majd.